Szervusztok fiúk, lányok, köszöntelek benneteket a mai bemutatóban a nemrégiben általam kipróbált Castle in the Darkness szeretném nektek röviden prezentálni, ami egy retro jellegű akcióplatformjáték, amit egy ember készített, akinek egyébként a Binding of Isaachez is köze volt, és ugyanaz a stúdió adta ki ezt a játékocskát is, úgyhogy itt tekintsünk rá. Véleményem szerint ez a játék egy mocskos szemétláda, de ezt majd mindjárt meglátjátok, hogy miért. Na, ez itt a főmenü, Castle of Darkness, vagy Castle in the Darkness. Itt folytathatjuk a már megkezdett játékunkat, itt vannak a titkok, amikből párat találhatunk a játékunk során, illetve az opciók, ami tényleg abszolút minimalista. És hát akkor vissza is térnék a játékomhoz, amit látjátok, 13%-os a teljesítettsége a játéknak, és ez 28 perc effektív játékidőt takar. Na már most ez az effektív játékidő azt jelenti, hogy 28 perc alatt jutottam el ide, ha a halálokat és a próbálkozásokat nem számoljuk. Ha a halálokat és a próbálkozásokat számoljuk, és ránézek a Steam-es könyvtáramra, akkor 3,5 órán van a játékban. Úgyhogy ez szerintem mindent elmond a nehézségéről. Na, itt volnánk. Mint látjátok, ilyen kellemesen aranyos, tényleg abszolút retro a grafikája, és a készítő sem titkolja, hogy olyan játékokat próbál feleleveníteni, mint a Super Nintendo-s korszakból a Super Mario, a Zelda, Kirby, a Metroid és az YS. Úgyhogy tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy ezen a fronton nagyon jó, nagyon szép munkát végzett, és tényleg abszolút hozza a hangulatot. Én is nagyon sokat játszottam annak idején ilyen játékokkal, úgyhogy teljesen így a régi emlékek előjönnek. Ezzel párhuzamosan viszont, akik így a mostani játékokhoz vannak szokva, azok nagyon fognak lesni, ugyanis a régi játékoknak a nehézségét hozta vissza a Castle in the Darkness, úgyhogy fel kell kötni a gatyót mindenkinek. Minden képernyőn átlagosan van egy halálcsapda, és egy másik olyan veszélyforrás, ami így az életünkre tölhet, de a halálcsapda az nagyjából instant halált jelent. Tehát, hogyha én ezekbe a tüskékbe itt most előttem beleesnék, akkor egyből halnék. Illetve az előbb ott leesett egy ilyen kis szilánk, az is egyből megöl, és itt volt egy denevér, kettő ilyen nem tudom én micsoda, úgyhogy nagyjából ennyi módon tudtam volna meghalni egy képernyőn. Hoppá, innen ki kéne mennem. Hoppá, ez a rák köpköd. Jó. Úgyhogy fel kell kötnie mindenkinek a gatyot. Ó, ott is volt egy tüske. Na, az irányítás az rémesen egyszerű. A jobbra-balra kurzornyilakkal mozgok jobbra és balra, illetve a fölle gombokkal pedig bemehetünk az ajtókon, illetve használhatunk bizonyos eszközöket, de nem mindenhol, ezt a játék csak bizonyos pontokon kínálja föl nekünk. Emellett a C-vel tudok használni különböző eszközöket, a fegyvert általában, illetve ha nyomva tartom, akkor elsüthetek egy ilyen varázslatot, úgyhogy feltöltődött. Ezt a képességet egyébként csak egy idő múlva szerezzük meg, úgyhogy nem egyből ebben kezdünk. Minden esetre van egy ilyen is a játékban, az X-el pedig ugrunk. Úgyhogy hót primitív az egész. Tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy mint hogyha egy Nintendós, tehát a régi Nintendós kontrollerre tervezték volna. Uj! Jézus! Ah! Ezt nem hiszem el. De viszont nem haltam meg, ez azért nagy mázli. Jó, ezt így le. Na most a következő képernyőn ott jönni fog a denevér, és az már többször kinyírt. Jó, hú, mázli. Jó, azt ott le kell bumerángozni. Egyébként ezt a bumerángot is a Zeldából szedte a készítő, és akiknek mondjuk így megvoltak ezek a játékok, vagy játszottak vele, azok nagyon sok ilyen utalást fognak felfedezni a Castle in the Darkness-ben, a régi játékokra. Tehát ott van kapásban. Mi a? Hát ezt nem hiszem el. Na, és akkor itt meghaltunk, és látjátok, eddig csak 94 alkalommal haltam meg, de semmi gond, újra kezdhetjük az egészet előről, ennél a kristálynál, ami a mentési pontként szolgál. A bal felső sarokban található az életerőnk, ami igazság szerint olyan gyorsan fogy, hogy mintha nem is lenne, tehát hót fölöslegesen van kijelezve, illetve a pénzünk felül, amit én nem nagyon költöttem még el. Találtam valahol egy boltot, ahol el tudtam költeni, de még az a játék elején volt, tehát így abszolút, mint hogyha nem is lenne semmi értelme az egésznek. Hopp, gyorsan. Jézusom, na igen, erről van szó, tehát a játék arra épül 90%-ban, hogy memorizálja a játékos így a mintázatát az ellenfeleknek, hogy hol helyezkednek el, hogyan mozognak, és a többi, és a többi, és a többi. És időnként ez megvan még, anyám, variálva egy-egy boss harccal is, úgyhogy minden van itt, mi szemszájnak ingere. Na, hát ha itt nem halok meg. Ó, és egy gomba. Ja, de ide nem szabad eljönnem, mert erre már voltam, és ott csak egy kincses láda van, amiben arany van ugyan, de semmit nem érek vele. Jó, akkor megnézzük, hogy erre mi van, mert erre még nem voltam. Ú, egy medúza. Super Mario, hoppá. Júj! Ajaj. Vizigiliszták. Egy agresszív hal. Ezt hogy tudnám elintézni? Jó, hú, meghalt. Hál' Istennek legalább megfulladni nem fulladunk meg. Régi Máriós játékokban is ott se volt még ilyen, hogy víz alatt fogy az oxigén, ugye? Jó, ez nem jön le, hála égnek. Jó, azt a halat kéne még onnan eltüntetni. Jó, hála égnek. Jaj, ne már! És innen mi lesz? Hát itt nem jutok fel, az biztos. Hát akkor ez egy hódzsák utca az egész, és akkor most mehetek is vissza. Mondom, tehát a játék, ahol ér, ott szivatja az embert. Ennél fogva tényleg csak azoknak tudom ajánlani, akik szívesen nosztalgiáznának, vagy kipróbálnánk, hogy milyen volt régen egy játék, nem úgy, mint most, hogy tényleg fogják a játékos kezét, nehogy még véletlenül is valami kudarc élmény érje, és ezt tényleg azoknak tudom csak ajánlani, akiknek így a kudarc tűrése az úgy megfelelő szinten van ahhoz, hogy ennyiszer mondjuk így nekiálljon és próbálkozzon a játékkal, de ha úgy vesszük, ilyen szempontból a célját elérte a játék, tehát idegesítő, idegörlő és nagyon durván az ügyességet így igénybe veszi. És hát ennél fogva nem is tudom igazándiból emiatt leszólni, mert direkt ilyen a játék, mintha egy Cat Mario-val játszanánk, vagy mivel. Oké, ne köpjön le, jó, elmegyek gyorsan a bumerángért, visszajövök, és remélhetőleg sikerül elmentenem. Jó. Kell ez a bumeráng. Jó, ezt így felszereltük, remek. Jó, akkor itt most megint a varázslattal töltöm fel. Időszakosan vannak boss harcok. Na, a boss harcok is elég szemétládára sikerettek, viszont ha az ember úgy kifigyeli, hogy milyen mintázat alapján kell a fő ellenfeleket leölni, akkor már nem is olyan nehezek. Csak hát ehhez azt szükségeltetik, hogy nagyjából úgy 10-15-20-szor rápróbáljunk az adott fő ellenfélre, bár vannak közöttük egyszerűbbek is, hála az Istennek. Mázli. Átmegy ez? Ja, csak ez kivédi. Nem baj, így is meg tudjuk mi ölni, remek. Nem ugrottam föl. Jó, már nem vagyok messze. Jaj, és a denevért egyből likvidálja ez a bumeráng csoda. Remek. Jó, mindjárt ott vagyok a kristálynál. Na és ilyen kis sikerélményekből áll össze a játék, hogy nagy nehezen visszajutunk mondjuk egy mentési ponthoz. És stb. Oh. Na most kb. Ez egy olyan játék, amit így még az Angry Video Game Nerd is csak Frontin és Xanax kombinációjával vinne végig. Tehát nagyon durva. Jó, és akkor itt most ki tudom cserélni a felszerelésemet. Na, itt tudom például a felszerelésemet megváltoztatni ennél a kristálynál, és itt tudom elmenteni is a játékot. Na, de ez már, ez a bumerang 2-t sebez, hát a páncélom az még látott jobb napokat is. Itt vannak különböző relikviák, amik ilyen passzív képességeket biztosítanak, itt pedig az egyéb eszközeink, pedig a mágiák, amiket használhatok. Szóval tényleg ennyi az egész játék, hótegyszerű, kemény, nagyon durván nehéz, viszont van valami kis bája, ami így sikerélményt biztosít a játékosnak ennél fogva. Mi a... Úristen, hogy jutok én itt át? Jó, hát úgy tűnik, hogy ezt én itt nem fogom tudni. Mi a? Hú! Jesszusom, mi a... A kaka ez, ez valami... Ilyen kék, hupikék pettyes kaka. És meg is haltam. Na, ezt azért még megpróbálom legyőzni, most már nálam van a bumerang. Hála égnek itt mondjuk rögtön a fő ellenfél előtt van egy mentési pont, de van olyan is, hogy hát több képernyőn keresztül kell verekednünk magunkat, mire sikerül eljutnunk a fő ellenfélig, és hát az úgy megint plusz nehezítés. És ráadásul minden egyes képernyőn különböző halálcsapdák vannak. Na itt látjátok, tehát egyszer így lő, opá, ezt is benyel, ezt is beszoptam. Na nézzük. Ezt akkor is most kinyírom nektek, mert különben túl rövid lenne a játék. Bemutató videó, bár szerény véleményem szerint itt leszek még holnap délutánig is, hogyha ezt így megpróbálom kinyírni. Jó, most hív egy ilyen kis kutyakakát. És még így rám is kacsint. Ja, hogy itt nem lehet lebukni, oké. Jó, hát így random lövi ezeket a taknyait is. Jó. Ahogy nézem, és beleugrom. De komolyan, ez egy szadista szemétláda ez a játék. Hoppá! Na újra. Castle of the Darkness, vagy Castle in the Darkness játék, hölgyeim és uraim. Nagy adag nyugtatót javaslok hozzá, és kötél idegeket. Hoppá! Nem tudom, hová futok. Őszinte legyek. Jó, hívott egy ilyen kis csigát. Jó, megint egy. Ez szerintem egyébként valami rák, de... Hogy az a... Elvileg ez a jobban sebző fegyverem kéne, hogy legyen. Na. Megint rám kacsint, megőrülsz. Hát... Ah! Na, mindjárt meg lesz a 100. halál is. Na, gyere, gyere, gyere! Hogy az a... Fel tudok ugrani? Nem, nem tudok felugrani. You have unlocked E3 demo in the secrets menu. De jó. Ez valami könnyített mód. Vajon? Na és hogyha így bemegyek mögé... De jó, itt nem talál el. De, eltalál. Hogy az a... Próbálkozzunk. Na jó, hát szerintem napestig itt leszünk. Akkor is próbálkozom. Lehet egyébként a karddal jobban járnék. De ez a bumerang is azért elég szemét. Na, kipróbálom a kardot még, hogyha ez nem jön össze most. Oda kell ugrani hozzá. Jó, ezt átugorjuk. Tudod, kire kacsingassál? Hogy ez a... Alig fogy a HP-ja. Na jó, akkor azt mondja, hogy... Card. Weapon. Aj, rossz gombot nyomtam. Bár mondjuk ez még kisebbet is sebez. Na mindegy. Hát ha a hosszú karddal sikerrel járok. Nem. Na, gyerünk. Jó, ez még szarabb. Na jól van, fiúk, lányok, hát ebből nem lesz ma rákvacsora. Mindenesetre én megköszönöm szépen a figyelmeteket. Castle of the Darkness. Egy kellemesen idegörlő retro játékocska, amit tényleg csak a kötélidegekkel rendelkező játékosoknak tudok ajánlani. Nekik viszont mindenképp. Alján. És páncéljával kimanőverez minden bumeránk támadásomat. Na jó, most mint hogyha elkaptam volna a... De az meg miért maradott? Ah, hát ez ma nem lesz meg. Sziasztok!